Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Simó Roberta vagyok. Ezúttal a vendégem Németh Hajnal Aurora, aki a június 4-i összetartozás napjára egy gyönyörűséges ruhát álmodott meg. Vele beszélgetünk ennek a munkafolyamatairól, illetve a bemutató napjáról. Kezdjük ott, hogy olvastam a Facebook oldaladon, ugye a közösségi médiában sokat posztolsz, és évelején írtál egy felhívást azzal kapcsolatban, hogy ugye június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja, és erre szeretnél készíteni egy ruhát. Miért tartottad fontosnak, hogy erre a fontos napra készíts egy ruhát, illetve hogy indult ez az egész ötlet benned? Hát, amikor ugye pár éve ennek a névnek a bűvöletében lett ugye Nemzeti Összetartozás néven megtartva az emlékezés, akkor nekem is az sejlett föl, hogy nem a tragédiát szeretném hangsúlyozni, hanem hogy tulajdonképpen egy viselettörténeti, hímzéstörténeti, akár a divat szemszögén átszűrve a tragédiát úgy feloldani, hogy az összetartozást erősítsük, és ementén kezdtem el a tervezést és a szervezést. Ugye itt a felhívásodban olvasható az, hogy különböző elszakított területekről kértél mintákat, illetve történeteket. Mik érkeztek hozzád? Hát az egyik, illetve kettő történetet emelnék ki. Az egyik egy Ausztráliába elköltözött erdélyi származású hölgytől érkezett, aki tehát elküldte az édesanyjának a párnahúzatát, ami nagyon szép minták voltak, és ezt terveztem bele a szoknyának tulajdonképpen az elején a frontjában, és akkor erről írt nekem, hogy ez ugye számára az otthont, a hazát jelenti, és hiába költözött ilyen messze, akkor is vele ment ez a párnahúzat. Szóval abszolút megható volt ez. A másik történet, ez pedig Kárpátaljáról érkezett, és ott szintén egy ilyen, tehát egy családi örökségről beszélünk, és hogy ezáltal is azt szerettem volna bemutatni, hogy tulajdonképpen a gyökereink itt vannak velünk, de akár a divat világára is át tudjuk ezt fordítani. Az egész tervezés során ezt a tulajdonképpen a tiszta lappal kezdés, ez lebegett a szemem előtt, és ezért választottam fehér textilt alapnak, mert ugye az emberek nagy részének az jön le róla, vagy az ugrik be, hogy akkor fehérrel újra kezdjük az életünket, valamit újra kezdünk, de egyébként egy ilyen kis rejtett, burkolt célzás arra is utal, hogy voltak olyan területek a népviseletek történetében, ahol a fehér a gyász színe volt például. Ez igen. A fehér szín, ha jól olvastam, akkor elég sok könycseppet, illetve ez a fehér anyag nagyon sok könycseppet is látott, hogy milyen volt az alkotó folyamat, mennyire volt érzelmekkel teli? Hát nem volt egyszerű az út, és egyébként, ahogy most ezt így mondtad, nekem megint ilyen teljesen nem tudom, így meghatott állapotba kerültem, mert az ember belegondol ebbe az egész történetbe, hogy alakult, miért alakult. Én nekem mindig elfacsarodik a szívem. Sokat járunk felvidék, Erdély, délvidékre, és ugye nyilván egészen más, hogy akik ott laknak, máshogy élik meg ezt az egész helyzetet, mint ahogy mi Magyarországon. Valahogy azt szerettem volna kifejezni, hogy azok az aranyszálak, amikkel a mintákat kihímeztük, azok bárhol is éljenek a magyar emberek, összekötnek, és az összetartozást jelképezik. De én folyamatosan ez lebegett a szemem előtt, hogy ezt a magasztos és a gyökereinket valahogy úgy megjeleníteni, hogy nyilván mintákba fog ez kifejeződni, de mégiscsak a minták mögött ez a az összefogás, az összetartozó szó, ez legyen az, ami dominál. Ugye itt említetted az aranyszínt, de ugye a motivumokat köti ez össze. A motivumok közül mik voltak azok, amiket mindenképpen bele szerettél volna tenni? Mert ahogy ugye említetted, ezek a minták, illetve a színek is minden tájon ugye mást jelentenek. Így van. Igazából nagyon nehéz volt az az út, hogy én iparművészként összetervezzek olyan mintákat, amiknek a kivitelezési technikája, az öltési technikája teljesen különböző színeket használnak. Tehát ez szerintem életem egyik legnehezebb munkája volt, hogy a végeredmény, hogy valaki ránéz a ruhára, akkor ezt a magasztosság
ez a nemzeti összetartozás jöjjön egyből eszébe, és ne pedig az, hogy ez egy gicses, nem tudom, mintahalmaz. Úgyhogy én nekem át kellett tervezni tulajdonképpen, hogyha keresztemes mintáról beszélünk, vagy hogyha a matyó sejem szálas hűzésről beszélünk. Szóval nagyon, nagyon bonyolult volt maga a folyamat, tehát hiába állt rendelkezésemre ugye rengeteg minta, azért ez az áttervezés, ez volt az egyik kulcsó. Amit mindenképpen szerettem volna választani, hát természetesen itthonról az, hogy matyó, kalocsai, és én ugye rábaközi lévén, tehát rábaközi minta is legyen, szerepeljen rajta. Ezek abszolút célkitűzések voltak, de olyat is szerettem volna, amit akár kevésbé ismerünk, tehát például gyimesi bunda minta, moldvai keresztemes ink minta is megjelent rajta, de éppen a gombosi vagy a horgosi délvidéki minták, vagy a magyarbődi ipolymenti felvidéki minták is megjelentek, kárpátai, beregi, keresztemes, ugye ez most kitüntetett címet is kapott, úgyhogy például a bolerónak a hátulján beregi, keresztemes csodaszarvasok jelennek meg. Tehát reggelig tudnám azt hiszem sorolni, hogy hányféle mintát terveztem egybe, de azt hiszem, hogy tehát akik eddig látták a végeredményt, mindenki elhűlve azt mondta, hogy tehát egyrészt meghatotta őket, másrészt tehát ez a szól jött eszükbe, hogy csodaszép, és hogy fenséges. Nem tudom, milyen gyakran szoktad te magad megrajzolni ezeket a mintákat, de ha jól tudom, akkor ennél a ruhánál így volt. A mintafelrajzolás az mindig az én kezemben van, mert ez egy nagyon-nagyon fontos momentum. Természetesen tehát az alkotó fázisokba bevonok csodás alkotótársakat, de itt meg aztán pláne nagyon fontos volt, hogy tényleg oda kerüljön az a vonal, ahova én megálmodtam, hogy tudjon működni az egész. Tehát tényleg nem mindegy, hogy hova rajzolok egy tulipánt, egy csodaszarvast, egy páva motívumot, egy kalambot, Szent Koronát, magyar címer, tehát ez mind megtalálható a ruhán, úgyhogy nem volt egyszerű folyamat, de azt hiszem megérte ez a hosszú út. Mennyi idő volt a tervezéstől a kivitelezésig eltelt idő, illetve mennyi anyagot használtatok fel? Hát igazából már ugye évelejétől én folyamatosan ezen dolgoztam, érkeztek a történetek, és amellett nagyon sokat kutattam saját magam, tehát nagyon-nagyon sok mindent én néztem meg, hogy lehetne, hogy minél több területről jelentkezzen tényleg így a végeredményen mintakincs. Ami tényleg lenyűgöző és elképesztő, hogy 3500 méternyi cérna, nagy színű cérna fogyott el, tehát az tényleg, hogyha belegondolunk, hogy az mennyire sok, tehát az tényleg így elképesztő mennyiség, de egyszerűen ennyivel tudtam kifejezni azt, hogy tényleg a sok terület az egy egységen belül megmutatkozik és összetartozik. Hogy esett a választásod arra, hogy azért ezt a gyönyörű, csodaremek művet, ezt Sokoró Pátkára elhozd? Hát ugye ott most készül a hétvégén egy különleges kapu, a Sokoró kapuja, ami egy nagyon nagy méretű székely kapu tulajdonképpen, a 64 vármegyének a címereivel, és azt éreztem, hogy ez egy olyan méltó ünnepség lesz, ahova azt gondolom, hogy én a ruhával így tudok hozzáadni, tehát együtt még jobban látszódunk, és hát nagy örömömre két énekesnő, Zsikó Zsuzsanna és Török Tilla elvállalta, hogy ott a helyszínen június 4-én 11 óra 30-kor tehát bemutatjuk a ruhát, és ők elénekelnek az elszakított területekről egy-egy népdalt. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon megható, meg szép pillanat lesz. Ugye még visszatérve egy kicsit a ruhára, azért vannak kiegészítő részei, ugye ékszer minden, nálad ez alap, hogy legyen kiegészítő, hogy ezek hogyan kapcsolódnak ehhez az ünnepnaphoz, illetve magához a ruhához és annak üzenetéhez? A nyakékem és a fülbevalom ugyanezt a szellemiséget követi, mint a ruhá, hogy a különböző területekről megjelenik egy-egy minta, nyilván itt ugye kisebb volt a fedett, de ettől függetlenül felvidéki, erdélyi, kárpátai, délvidéki, őrvidéki és magyarországi minták megjelennek. Viszonylag ugye nagy méretű lett azért ez az ékszer. Egyrészt ugye szerettem volna, hogyha szépen jól látható minden minta rajta. Másrészt ugye ez egy ünnepi darab, nyilvánvalóan, tehát olyan ünnepekor fogom felvenni, amikor
ugye méltóan tudom bemutatni. Ez egy aranyszínű ékszerszett, amit el kell képzelni, aranyszínű gyöngyökkel, és ami egy ilyen hihetetlen történet, hogy egy olyan érmét találtam, amit középre befoglaltunk a minták közepére, ami szintén Trianonra emlékezve készült, és rajta van olvashatóan az összes elszakított területnek a neve. Tehát ilyen, nem tudom, hihetetlen isteni gondviselés, hogy ez így rám talált, és tudtam, hogy az összetartozás ruhájához fogom ezt elkészíteni. Én azt gondolom, hogy azért mindig egyedit alkotsz, de ez most tényleg extra különleges, és mindenki csodájára jár. Hol lehet ezt majd még látni? Hol mutatod be? Merre viszed? Esetleg ellátogatsz-e vele azokra a területekre, akik ugye megjelennek ezen a gyönyörűségen? Nagyon jó a gondolatmeneted, mert hogy tehát az első fotók, amikből már ilyen apró részleteket publikáltam a közösségi oldalakon, de a teljes képet azt június 4-én szeretném majd megmutatni. Orbán Balázs sírjához fölvezető úton Szejkefürdőn Erdélybe fotóztuk, és tényleg egyébként az a tervem, hogy mindenhol valamilyen ikonikus helyre ellátogatni, és ott készíteni egy-egy fotót, és ugye utána összerakni ezt a sorozatot egybe. Ez tényleg a terveim közt szerepel. Egyrészt az Aurora Forlamúr műterembe Budapesten előzetes bejelentkezés után lehet ezt látni, illetve nyáron több mesés divatbemutatóm lesz, és a szervezőknek az volt a kérése, hogy ha lehet, akkor ezeket mutassam be ezt is, illetve van ugye a Minden magyarok ruhája, hogy a nézők ezt láthassák, vagy a mesélő lesz, vagy egy kis mini popáciálitás keretén belül mindenhol tehát ott feltűnni, vagy a színpadon, vagy a színpad mellett. Úgyhogy ez a jövőbeli terv, és hát remélem, hogy kapok még arra lehetőséget, hogy akár hát nagyobb kiállításokon még tudjak erről mesélni, mert tényleg ez nem csak esztétikai érték, illetve azt vallom, hogy nálam az összes alkotás nem csak esztétikai érték, hanem elég komoly szimbólumrendszer és mondani való. Köszönöm, hogy megosztottad velem ennek a gyönyörű ruhának a történetét, illetve hát akkor várjuk majd vasárnap ennek a fő bemutatóját, mert szerintem sokan ott leszünk, és kíváncsiak vagyunk rá. Hát szeretettel várunk mindenkit. Én arra drukkolok, hogy ne sírjak túl sokat, mert tényleg annyira fantasztikus az énekesnőknek is a hangja, ami hozzáteszed az egész szimbólumrendszerhez. Én is mindenkit nagy szeretettel várok, és bízom benne, hogy tényleg együtt többre jutunk és összetartozunk. Kisalföld Podcast. Hírek helyben, azonnal.